Jó estét kívánok! Jövőre jön az internetadó, de marad a 27%-os áfa. Ezt Varga Mihály mondta a jövő évi adótörvényekről. A friss házasok adókedvezményt kapnak, a munkahelyvédelmi akciótervet pedig kiterjesztik a részmunkaidős foglalkoztatásra is. A tervek szerint erélyesebben lépnének fel az áfa csalásokkal szemben. 2015-ben is, tehát első a család. A családi adórendszer kibővítése a cél jövőre, amely a munka és a család megbecsülésére épül, mondta a kormány szóvivő az adótörvényekkel kapcsolatban. Marad a 16%-os SZIA kulcs és a családi adókedvezmény. A fiatal házasok például adókedvezményt kapnak. A házasságkötést követő 2 éven át évi 60 ezer forint adócsökkentést kapnak a fiatal házasok. Együttesen havi 5000 forint adókedvezményt kapnak az SZIA-ból. A kedvezményt a frissen házasuló párok már a jövő évre vonatkozó első havi fizetésüknél is figyelembe vehetik. 4 év alatt fokozatosan megdupláznák a gyerekek után járó adókedvezményt a 2 gyereket nevelő családoknál. Varga Mihály szerint az adótörvények fontos célja, hogy segítsék a gazdasági növekedést. Egyelőre marad a társasági adó 2 kulcsa. A kormány továbbra is ösztönözni a foglalkoztatás növekedését, méghozzá a munkahelyvédelmi akciótervvel. Ezt a rendszert szeretnénk kibővíteni, és lehetővé tenni azt, hogy jövőre már a részmunkaidőben elvégzett munkára is egy magasabb adókedvezmény járjon a kisgyermekes szülők után. A konkrét módosítás tehát arra fog kiterjedni, hogy bruttó 100 ezer forintos összeghatárig lehet érvényesíteni a fogalmazunk úgy kismamák után egy foglalkoztatói kedvezményt. Varga Mihály elmondta, marad a részmunkaidőben dolgozó nők utáni adókedvezmény, ahogyan a GED Extra is. Jövőre már azok a cégek is társasági adókedvezményt kapnak, amelyek egyetemet vagy főiskolát támogatnak. A korábban a sertésre és félsertésre bevezetett 5%-os áfát kiterjesztik a szarvasmarha, ló és kecske kereskedelemre is. A miniszter szerint mindez hozzájárulhat a gazdaság kifehéredéséhez. Fontos változás lesz a fuvarozóknak és a kereskedőknek, hogy jövőre minden árut nyomon követnek majd, hogy megakadályozzák az áfa csalásokat. Különadók tekintetében változtatásra a kormány nem készül. Marad a bankadó, marad a reklámadó, és a kormány a távközlési adó kiterjesztésére fog javaslatot tenni. A tervek szerint az előző adóévi társasági adó egy része levonható lesz a havi társasági adóból. A távközlési adó hatáját ugyanakkor kiterjesztjük az internet szolgáltatásokra. A miniszter szerint erre azért van szükség, mert a telefonálások és az üzenetküldések jelentős része zajlik már az interneten keresztül.